Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mi az ő gondolata, vagy mit tervez. A választ mutatja itt ez a kártya. Ez a király őre utal, az ő tartására. Tehát megvan ez a büszke, magabiztos fellépés, megvan ez a tartás. A trónnak is van egy jelentősége, hiszen trónolni akar, le akar ülni, kell számára a biztonság érzete, ahol úgy gondolja, hogy le tud gyökerezni. Ott akar trónolni. Ez lehet a párkapcsolat, a hivatás, a lakhely vagy a családi kapcsolatok. A kezében a bot jelenti a tűz elemét, az ő bátorságát, lelkesedését, a szenvedélyeket és a mozgást. Viszont a képen látható, hogy ő ugyan akarja, hogy előre menjenek az események, de mielőtt ő döntéseket hoz, mielőtt ő lépéseket tesz, még figyeli a dolgokat. Biztos akar lenni magában, hiszen nem akar hibázni. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ez a kép utal a levegő elemére. Ő maga után hagy valamit. Kell a szabadság érzete. Fel akar szabadulni valamiből, egy bizonyos helyzetből például, vagy valakitől akar megszabadulni. Itt is látható a mozgás. Itt előtte még ködös valami, tehát várnia kell, amíg rendeződnek a dolgok. Keresni fogja veled a kapcsolatot, hiszen beszélni szeretne veled. Kikéri a véleményedet, hogy hogyan döntsön, vagy elvárja azt, hogy te is döntéseket hozz. És akkor utána lesznek majd a változások. A harmadik kérdés, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt is látható a mozgás, és újra megjelenik a tűz eleme, mint a királynál. A király itt még nézegeti a dolgokat, várakozó. Tehát ez a változás nem a mai napon fog történni, hanem a közeljövőben, és itt látható az eredmény. Kimutatja az erejét, a bátorságát, lesz egy új irány, lesznek változások. Előtte persze beszélni akar veled, tudni akarja, hogy hogyan látod te a dolgokat, és ő irányítja majd az eseményeket, de szeretné azt, hogy kövesd őt. És mi fűz össze benneteket? Itt láthatóak a tervek, hiszen a jövőről van szó. Ezt fogjátok most rendezni. És ez lehet egy új irány, egy közös terv, egy közös jövő. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.